Bok. Most érkeztünk meg Horvátországba. 2020 van, koronavírus. Ez az ország még zöldben van, de bármelyik pillanatban átváltott sárgára. Határon egyébként nem kértek semmit, csak egy személyt, aztán pedig simán átengedtek minket. Most Virben vagyunk, ez egy sziget. Van egy ilyen hatalmas, hosszú hídon keresztül tudunk átjönni a tenger fölött erre a szigetre. Most itt egy kicsit búvárkodunk, aztán pedig útra kelünk. Most pedig megyünk tovább Zadarba, megnézni a vízi orgonát. Ezt igazából úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hosszú lépcsősor, aminek a tenger felé eső oldalán repedések vannak. Ezekben az ilyen mélyedésekben, repedésekben becsap a tengervíz, és ahogy belecsap a tengervíz, innen a víz ilyen polietilén csövekbe kerül, amik a part felé egyre szűkülnek. És ahogy szűkülnek, felgyorsul a víznek az áramlása, és ennek a sípnek a végén van egy ilyen kürtő, ami kiadja a hangot. 35 ilyen sípból áll a vízi orgona, és tulajdonképpen attól függ, hogy milyen hangot generál, hogy hogyan morajlik a tenger, hogy milyen intenzitással, illetve hogy melyik repedésbe, melyik mélyedésbe csap bele a víz. Nagyon érdekes hangokat lehet hallani, azt mondják, hogy kötelező látnivaló, hogyha Horvátországba megyünk, és utána pedig holnap elmegyünk a Krka Nemzeti Parkba, szintén egy kötelező látnivaló Horvátországban. Császtok! Jöttünk el a Krka Nemzeti Parkba, hogyha valaki Horvátországba jár, mindenképpen menjen el oda. Fürödtünk a vízesésektől közel, bár az a hír járja, hogy elméletileg idén lehetett utoljára fürdeni ott, mert túl sok ember van, és hogy mondjam, kicsit felborítja ott a rendet a rengeteg strandoló ember, amit meg is értek az állatok miatt. Egyébként ma még zöld zónában van Horvátország, ezért valószínűleg, hogy ma fogunk hazamenni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok,
hanem akkor is. És hogyha arra a kis csengőre nyomtok len, akkor bármikor, amikor újabb videó van, akkor kaptok majd róla értesítést. Egyébként, hogyha bármilyen kérdésetek van, a videóval, vagy utazással, vagy bármi hasonlóval kapcsolatban, nyugodtan írjatok e-mailt, vagy valamit a komment szekcióba. Sziasztok mindenkinek, sziasztok! Nem tudom, hogy mennyi értelme volt, de a lényeg az ez.